Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 27-én. Az első kérdés az lenne, hogy milyenek az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei. Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek. Milyen lépéseket tesz irányotokba. Erre is kivetem a kártyát. Ehhez jön egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy milyenek az ő gondolatai. A választ megadja rá ez a felső kártya, és a képen látjuk az egereket. Az egerek itt mindent felfalnak, és akkor nincs semmi, nem marad semmi. Az azt jelenti szimbolikusan, hogy valami eltűnik. És mivel őt ez foglalkoztatja, neki az az érzése, hogy valamit elvesznek tőle. És ha ez így van, hogy ő elgondolkozik ezen, akkor vannak neki félelmei. Mert ő úgy látja, hogy valami elveszik. Tehát vannak félelmei, hogy ő valamit elveszít, vagy valamit elvesznek tőle, valami eltávolodik. Ez lehet az anyagiakra vonatkozóan, vagy arra, hogy ő fél attól, hogy elveszít benneteket. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Ez a király uralkodik. Ő uralkodik az érzelmei felett. Nem mutatja ki a félelmeit. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, vagy milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt ezzel a lámpával világít egy új útra. Itt változásokra kerül sor. Ezt közli is veletek. Amit ő nem lát, hogy a háta mögött itt van ez a kígyó. Az lehet egy hölgy is, aki az ő háta mögött figyeli, hogy milyen tervei vannak, mit fog tenni, vagy mit közöl veletek, mi történik a napokban, a közeli jövőben. Az is lehet, hogy ez a hölgy itt a háttérben figyeli azt, hogy mikor van esély arra, hogy ő közbelépjen és megakadályozza az eseményeket. A napi kártyát ez a kép mutatja, ami beszélgetésre utal. Vagy telefonáltok, vagy találkoztok, beszéltek ezekről a dolgokról. Jó lenne, ha közölnétek vele, hogy legyen óvatos, mert valaki a háttérben figyeli őt. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. De megvan arra a lehetőség, hogy egy személyes jóslást kérjetek tőlem, nem csak ezt a három kérdőjeleset, vannak más jóslásaim is. Ez egy ilyen videó felvétel név nélkül, a díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!